Visszaküldte Klaus Johannis államfő a parlamentnek újbóli megfontolása a parlamenti választások megszervezéséről szóló törvényt. Az államelnök arra kérte a honatyákat, hogy vizsgálják felül azt a törvényt, amelynek értelmében a törvényhozás átvenné a hatalmat a parlamenti választások dátumának a kormány hátrányára történő meghatározására. Johannis a parlamentnek megküldött felülvizsgálati kérelemben a Velencei Bizottság által kidolgozott választási gyakorlati kódexre hivatkozik, amely kimondja, hogy a választási jogszabályok módosítását kevesebb, mint egy évvel a választások időpontja előtt el kell kerülni. Az elnök korábban azt mondta, december 6-án mindenképpen meg kell szervezni a választásokat, és elemzők szerint addig tudja majd húzni az időt, hogy ne lépjen érvénybe az új jogszabály.